Ittyebb Haraszti Zsolttal beszélgetek, aki hát nemhogy csak keretbe került az U21-es válogatottba, hanem bizony még pályára is lépett. Ha minden igaz, akkor egy olyan 30 percet játszottál, ugye? De hát igen. Ne is én meséljem el, azt te meséld el. 30 percet, ugyebár a Velsze játszottunk egy ilyen barátságos mérkőzés kint Velszben, és hát a Anti bácsi meghívotta a keretbe, és hát szerencsére bizalmat szavazott, és be tudtam menni egy 30 percre, és hozzá tudtam járulni. Jó játékkal remélem, és egy góllal sikerült. Na azért ennyire ne sikadjunk el ebbe lett a gól felett, azért ezt meséld el, mert sajnos nem nagyon láthattuk mi ezt. Igazából annyi történt, hogy a Bertus Lali hozta keresztbe a labdát a Velszi védők előtt egy ilyen 16 méterről. Lekészítette nekem is, én reflexzeren elcsavartam bal a hosszút, és szerencsére jól tettem, ráadásul a vizes volt a pálya, megcsúszott a labda, és szerencsére a hosszúban kötött ki. Mindezt a 92. percben? Igen. Jó, hát a Velszi gondolom nem voltak boldogok. Hát abszolút nem, meg nem is volt ugye a meccsképje, tehát ők nagyon nyomtak, meg azért ez más ritmus, más kávé, ez azért ez a nemzetközi meccsek, de szerencsére az utolsó egy darab a csapat jól játszott nagyon, és szerencsére gólt tudtunk rúgni, és akkor megnyertük a mérkőzést. Hát azért azt hiszem, azt gondolom, hogy soha rosszabb bemutatkozás, nem? Igen, abszolút. Tényleg nagyon jó volt a bemutatkozás, ugye fontos az első benyomás. Szerencsére első meccsen sikerült, és gólt rúgnom, remélem hasonló folytatás. Rótantal mit mondott a mérkőzés után? Igazából senkit nem egyénileg nem értékelt, annyi történt, hogy mindenkinek gratulált, és hogy találkozunk. És remélem, hogy találkozunk. Te mit gondolsz, ez a beállásod és ez a gól, ez mennyire fogja esetleg megerősíteni a te helyedet? Igazából nem tudom, annyi biztos ismerem Anti bácsit, hogyha úgy teljesítek közeljövőben, hogy azon a szinten vagyok, hogy behívjon, vagyok válogatott szinten, akkor biztos vagyok benne, hogy meg fog hívni, és hát remélem, hogy meg fog hívni, azért dolgozok. Ja, hát köszönöm szépen, és sok sikert! Köszönöm szépen!